Sziasztok, mint ahogy ígértem előző videómban, térgeometriás feladatokkal fogunk tovább menni, testek felszínével, térfogatával. A mai videómban elsősorban kockás, téglatestes és hasábos feladatokat fogunk megoldani, aztán majd a következőbe pedig rátérünk a kör alapú hasábokra. Ez egy elég nagy témakör. Szerintem mindenki tudja, hogy a felszínt nagy A-val, a térfogatot pedig nagy V-vel jelöljük. Fontos, hogy a képletekkel tisztával legyünk, nem is kell őket annyira megjegyezni hiszen a függvénytáblában gyönyörűen bent vannak ezek a képletek, csak az a fontos, hogy tudjuk, hogy a betűk mit jelölnek, de a feladatok megoldása során ez biztos, hogy készségszinten elsajátítja mindenki. Tehát itt látható, melyik képleteket fogjuk használni a kockánál, a felszínt, térfogató, téglatestnél is itt le van írva, a hasábnál már érdekesebb, hiszen a felszín úgy adódik össze a hasábnál, hogy kétszer az alapterület plusz az alaplap kerülete, szer a testmagasság. A ferde hasábnál hasonlít kétszer az alaplap területe. Plusz. Fontos a palást. A palást tulajdonképpen az oldallapok területének az összege, és a palást az lényegében nem más, mint az alaplap kerületészer a testmagasság, de majd a feladatok megoldása során ez biztos, hogy mindenki számára ki fog tisztulni. Akkor nézzük is meg az első feladatot. Itt szól az első feladat, mekkora az A1 elő 12,6 cm élő kocka testátlója és felszíne. Itt található egy szabályos kocka, meg van adva, hogy az éle, az alapéle 12,6 cm, érdemes akkor el is nevezni a kockánkat, vagyis a csúcsait. És ugye a testátlóra és a felszínre kíváncsi. Kapásból fel is írjuk a felszínnek a képletét a kockánál, 6 a egyenlő 6 A négyzet, és akkor be is jelöljük, hogy mire van szükség ehhez, hogy a testátlót ki tudjuk számolni. Ugye ez a testátló, szóval akkor ez a testátló a kockában, ahhoz, hogy mi ezt a testátlót ki, fog, ki tudjuk számolni, derékszögű háromszögeket fogunk keresni a térben. Tehát síkban fogunk gondolkodni, hiszen ilyen feladatokat csak is síkban tudunk megoldani. Szóval itt a testátló, ehhez pedig mi kell, hogy ezt majd ki tudjuk számolni. Hát biztos, hogy kell majd itt az alaplapnál a lapátló, és már is találtunk egy derékszögű háromszöget. Ugye így néz ki itt a lapátló és itt a testátló, és ebből fogjuk tudni majd mi kiszámítani a, a testátlót. Akkor térjünk rá, hogy kezdjük el a feladatot. Kapásból a kocka felszínét ki is tudjuk számolni, ami nem más, mint 6x12,6 a négyzeten. Ha azt kiszámoljuk, akkor 952,56 négyzetcentimétert kaptunk megoldásul. Tovább menve, most ki kell számolni a kockának a testátlóját. Ehhez pedig ugye megtaláltuk a lapátlót, hiszen derékszögű háromszögeket fogunk kiszámolni. De ha ezt a háromszöget nagyítanánk ki, akkor mit ismernénk belőle? Gyakorlatilag csak ezt, hogy ez is 12,6 cm, de hát abból nem sokra fogunk mi most menni. Ezért érdemes, ha illetve jóha látjátok, hogy itt találunk egy derékszögű háromszöget. Én most átváltok fehér színre. A következő lépés az, hogy ezt a háromszöget én ide kinagyítom, hiszen akinek nincs térbeli látása, sokkal jobban teszi, hogyha kinagyítja éppen, melyik háromszöggel dolgozik az ilyen feladatokban. Ez lesz az ABC háromszögünk, tehát most erről beszélünk, hogy a lapátlót ki tudjuk számolni. Ez 12,6, ez is 12,6, itt van a derékszög, és ezt a lapátlót keresjük jelen pillanatban. Hát persze, hogy Pitagoras tétellel fogjuk ezt kiszámolni, ez egy pofon egyszerű feladat. Szóval a ö, ABC derékszögű háromszögben Pitagoras tétellel kiszámítjuk a lapátlót. ami úgy néz ki, az AC-t keressük, AC négyzet egyenlő 12,6 négyzeten, meg 12,6 négyzeten. Ha ezt kiszámítjuk, az 317,52. Gyököt vonunk, és megkapjuk, hogy az AC az 17,82. Szóval megkaptuk, hogy ez 17,82 Akkor mehetünk is tovább, hiszen már ki tudjuk számolni a testátlót, mivel a derékszögű háromszögünkben megvan a két befogó, amit most számoltunk ki az előbbi, illetve amúgy is meg volt adva kockának a, az alapéle 12,6 cm, akkor megyünk is tovább, érdemes ezt is kinagyítani, szokjuk meg, mert akkor biztos, hogy nem fogunk eltévejedni. Méghozzá most az A, C, G derékszögű háromszögről beszélünk, aminek az egyik befogója 17,82, a másik meg 12,6. Pitagorász tételt fogunk alkalmazni, az AG-t keressük, vagyis ez már a testátló. azt pedig egyszerűen ki tudjuk számolni, 12,6 a négyzetem, meg 17,82 a négyzetem, ezt gyorsan beütjük, akkor 476,31 századot kapunk, és akkor az AG megfelelő gyökvonás után 21,82 cm lett, a testátló, tehát a feladat megoldása a kocka felszíne 952,56 cm, a testátló hossza pedig 21,82 cm. Egyébként, hogyha ö, ö, nem jutna eszünkben, általános képleteket is használhattunk volna a kocka lapátlójának és a testátlójának kiszámításához. Az általános képlet pedig így néz ki, de ha nem jut eszünkbe, az se baj, mert így egyszerű gondolkodással is ki lehetett így számolni. Szóval akkor általános képlettel a kocka lapátlója nem más, mint gyök kettőször a, a kockának a testátlója, az pedig gyök háromszor a ezzel is ugyanezt az eredményt kaptuk volna meg, csak szerettem volna bemutatni, hogy érdemes ilyen feladatoknál kicsit gondolkodni, de háromszöget keresni, és mindig a legegyszerűbb megoldás vezet a jó eredményre. Nézzük tovább akkor a feladatokat. Újabb kockás, mekkora a térfogata annak a kockának, amelynek felszíne 73,5 cm azt mondja, hogy mit ismerünk, hogy a felszín 73,5 centi, a felszín képlete a kockának 6 x A négyzet, kitaláltátok, egyszerűen vissza kell csak helyettesíteni. 73 is felett a 6 x A négyzete, egy ismeretlenes egyenletet megoldjuk. Centi a térfogat az az a köb, azaz 3 és fél a köbön. Határozzuk meg a kocka élét, lapátlóját, testátlóját, felszínét, térfogatát. Ha átló síkmetszetének területe 250 négyzetcentiméter, ez négyzetcentiméter akar lenni. Bocsánat, kicsit elírtam. Először is tisztázzuk, hogy mit értünk és mit nem. Tudjuk a kocka élét, a lapátlót szintén tudjuk. Ugye ez a kockának a lapátlója, a felszínt ki tudjuk számolni, a térfogatot is egyszerű képlettel. De mit jelent az az átlós síkmetszet? Az átlós síkmetszet e, tulajdonképpen nem más, mint egy téglalap. Egy téglalapnak kell elképzelni, amelynek egyik oldala a kockában, amelynek egyik oldala a kocka éle, a másik oldala pedig a kocka lapátlója ez a sík metszet, átlós sík a kockának. Lényegében egy téglalap. Szóval ezt adták meg, ez a, ennek a felszíne, vagyis a területe 250 négyzetcentiméter. Érdemes a kockát bebetűzni betűzni. Első körben tehát Érdemes az átlós síkmetszettel kiszámítani a kocka élét, hiszen megadták. Ugye? Tehát a 250, ez lényegében nem lesz más, mint a kocka alap éle. szergyök 2. Hogy ez hogy is jött ki? Hiszen. A legelején, ott a kis elméletnél elmondtam, hogy az A szor gyök 2 tulajdonképpen nem más, mint a kockának a lapátlója. Ezt ide is írom. Ugye a kocka lapátlója szor az A oldal él hiszen területet hogy számolunk ki egy téglalapnál? A szor B, azaz itt a B oldalunk jelen esetben a kocka lapátlója, ami A szor gyök 2, ez pedig a kockának az éle, ami A. Ha ezt rendezzük, tehát 250 egyenlő A egyszer gyök 2 ugye elosztok gyök 2 -ben. Ah, egy előre kijön, hogy 13,30 cm a kocka éle, szóval ezt kiszámoltuk. Akkor számoljuk ki a lapátlót. A lapátló az ugye nem más, mint az kocka éle, szer gyök 2, azaz 13,3 szor, Testátló. A testátlót ugye úgy számoljuk ki, hogy A szor gyök 3, kockáknál csak, ha visszaeljettesítve, Pász 2, 0, 4, és akkor már kiszámolhatjuk a felszínt, 6 x 13,3 a Négyzeten az 1061,34 négyzetcenti, a térfogat pedig 13,3 a köbön, az pedig 2352,64 köbcentiméter ilyen egyszerű volt a feladat. Jó, ha ugye megjegyzitek azt, hogy a kocka lapátlója az nem más, mint a gyök 2 A, testátló pedig az A gyök 3, és akkor ilyen nehéznek tűnő feladatokat ilyen egyszerűen is meg lehet oldani. Haladjunk akkor tovább. Mekorák a téglatest élei, ha oldallapjainak területe 55 négyzetcenti, 105 négyzetcenti és 231 négyzetcentiméter? Hát érdemes most a területek segítségével ö, egyenleteket felírni. Nevezzük el a, a testünknek az oldalait. Ez az A, ez a B, ez pedig a C. És azt mondja, hogy az oldallapok területe tehát Ezeknek az oldallapoknak a területeinek összege a következő 55, 105 és 231. Hát hogy is kell ezt elképzelni? Úgy, hogy először ugye a területtégla ö, ö, lapnál mi más, mint az A szor B. Tehát fel lehet írni, hogy mondjuk az A szor B az 55. Akkor mit nem néztünk? a B -szer C, tehát ez az oldallap, az a 105, és akkor kimaradt az A szor C oldallap, az pedig 231. Ugye kaptunk három egyenletet, amit meg kell nekünk oldani, az pedig a legegyszerűbb módon úgy, hogy kifejezzük az egyiket, és mindig visszahelyettesítjük a másikba. Szóval ez is egy egyszerű feladat. Vegyük az elsőt. 55, és akkor kifejezzük az a -t. Most visszahelyettesítjük a harmadikba, és B-t fejezzük ki. És ha ezt megtettük, akkor a másodikba helyezzük vissza. Ez egy egyszerű egyenlet megoldás. Visszaértesítjük a másodikba, ami B szer C egyenlő 105. Kifejeztük a B-t, szóval 55C per 231 szer A. C egyenlő 105-tel, és akkor a C-t kell nekünk most kiszámolni, rendezni az egyenletet. Ugye beszórzunk 231-jel. Kijött tehát, hogy a C 21, és ha visszahelyettesítünk, akkor kijön az, hogy az A az 11, a B pedig 5. És akkor meg is vagyunk ezzel a feladattal. Ugye, ha megvan már a C, hogy 21, akkor fogom magam, és visszahelyettesítek mondjuk a mondjuk ebbe, akkor megkapom a B-t, ha megkaptam a B-t, akkor visszaértesítek ebbe, és akkor megkapom az A-t, és akkor ennek alapján már ki lehet számolni ö, nyugodtan, a, bár nem kérdezi a feladat, ki lehet számolni a téglatestnek a felszínét, illetve a térfogatát is a, az élek segítségével. Következő így szól: egy téglatest éleinek aránya 1-3-5, felszínének és térfogatának mérőszáma megegyezik, mekkorák a téglatest élei. Nem hiába adták meg az arányokat, ezért a, az arányokat tekintve fel fogjuk tudni azt írni, hogy az A, B, C, az tulajdonképpen nem lesz más, mint X, mivel 1, a B az 3X, mivel 3, a C pedig nem lesz más, mint 5X, hiszen ez úgy aránylik az A, B, C oldalakhoz. Ezt el is nevezzük gyorsan a téglalapot, hogy könnyebb legyen elképzelni, melyik tégla lapról van ö szó. Felírom gyorsan a téglatestnek a felszínének kiszámítási módját, illetve a térfogatát. A szer C. Ugye azt mondja, hogy a felszín és térfogat mérőszáma megegyezik, mivel A egyenlő V-vel, ezért én felírom azt, hogy kettőször, ugye az A szor B az azt jelenti, A szor B x 3x, meg B szer C 3 x 5x, hiszen ezeket kifejeztük ezekkel, mert arányokat adott meg, plusz c-szer a, ami azt jelenti, hogy 5x-szer az a, vagyis x, egyenlő a térfogatra az a-szor b-szer c-vel, azaz x 3 x 5x. Ha ezeket szépen elkezdjük rendezgetni, Tisztázunk mindent, akkor itt azt kapjuk, hogy 6x négyzet meg 30x négyzet meg. Az x-re azt kaptam, hogy 3,07, és ha már megkaptam a szorzó számot, a 3,07-et, akkor már kapásból ki is tudjuk számolni, hogy Mennyi a téglatest élei, az a egyenlő, tehát 3,07-tel, a b nem lesz más, mint 3x3,07, azaz 9,21, a c pedig 5x3,07, az pedig 15,35 ezzel végeztünk a feladattal. Nézzünk tovább. Egy téglatest alakú akvárium belső méretei, egy csúcsból kiinduló éleinek hossza, 42, 25 és 3, 25 cm és 3 dm. Megtelik-e az akvárium, ha beletöltünk 20 liter vizet? Válaszát indokolja. Mit ismerünk? Ismerjük a téglatestünknek az éleit, ez 42 centi, a B 25 centi, a C pedig 3 deciméter, amit rögtön át is váltok centiméterbe, az 30 centiméter. Térfogatot fog kérdezni, hiszen azt kérdezi, hogyha beletöltünk vizet, megtelik az akvárium, az biztos, hogy térfogat. Az ugye az A -szor -B -szer C, mindent tudok, ki is tudom rögtön számolni. köbcentimétert fogok kapni, amit én gyorsan átváltok köbdecibe, ugye az 31,5 köbdeciméter, ami nem jelent más, mint 31,5 liter, azaz, hogyha beletöltünk 20 liter vizet ebbe az akváriumba, akkor se fog megtelni, mivel 31,5 literes az akváriumunk. Ennyi volt, ilyen egyszerű volt ez a feladat. Most tartunk egy kis szünetet, és akkor hasábos feladatokkal fogunk tovább menni.